Szép jó reggelt kívánok, Ummerhofer Péter a vendégünk, és olyan helyeset mondott, hogy hadd idézzem, azt mondja, hogy szeretném szexivé tenni a mezőgazdaságot, szó szerint ezt mondta, és akkor, ha már itt van a másodiknak, szántóföldi napok és agrársó, akkor hát önné a terep. Szexivé a mezőgazdaságot most. Igen, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Gépforgalmazók Országos Szövetség kitűzte célul, hogy megvalósítja Magyarország legnagyobb szántóföldi bemutatóját, és olyan körülmények között szeretnénk mikroparcellán növényeket bemutatni, olyan körülmények között szeretnénk gépeket bemutatni, ami egy valós körülmény. Szóval nem egy szilikonszagú kiállítást szeretnénk, hanem tényleg kint a szántóföldön, azon a helyen, ahol valók ezek a gépek, ahol valók ezek a termények, ezek a növények, ott tudjuk saját maga valójában bemutatni ezeket. Na most nagyon sok édesapa fogja megkérdezni, hogyha elviszi oda a gyermekét, ugye Mezőhegyesről van szó, akkor vezethet-e traktort, vezethet-e kombányt? Hát, hogy vezethet-e a gyerekhez, nem merem megígérni, de segítséggel beül, az mindenféleképpen meg tudom ígérni, sőt, még akár viszik is őket a gépkezelők, szóval tényleg olyan portfólió lesz kint, hogy ma Magyarország, elmondod, hogy a legnagyobb szántóföldi bemutatója. Hát a tavalyi képeket nézzük, hát gyakorlatilag mind a Forma 1-es bejárás a Box utcában, tehát annyian vannak. Hát a tavalyi évben közel 15 ezer ember látogatott el, tavaly Mezőfalván volt, de idén Mezőhegyes lesz, ezt mindig ki kell hangsúlyozni, nem Békés megyében. Ahol a híres Ménes van. Igen, így igaz, és reméljük, hogy idén ezt a látogatószámot meg tudjuk dönteni. Mikor, hol, mit lehet kipróbálni, mit lehet tenni? 20-án kezdődik a rendezvény, csütörtökön, 10 órakor megnyitó, és ezt követően lesznek majd a szántóföldi bemutatók, de egész nap folyamatosan lesznek demo pályák, demo parcellák, ahol ki lehet próbálni a gépeket. Folyamatosan mikroparcellákon meg lehet nézni azt, hogy az adott növényi kultúra, kukorica például, azonos feltételek mellett, melyik milyen termés átlagra képes, szóval ezeket mind-mind meg tudják tekinteni ott a gazdák, és akár az agrárium iránt érdeklődők. Pont ezt akartam kérdezni, mennyire érdeklődnek az emberek az agrárium iránt, mennyire akarnak a mezőgazdasággal foglalkozni, amikor szakmát választanak? Nem elegen. Ez, amit most látunk, de nagyon sok programot indítunk, és szeretnénk színesíteni a mezőgazdaságot, és megláttatni azt az emberekkel és a fiatalokkal, hogy egy agrárország vagyunk, és az agráriumban, a mezőgépészetben igenis mindenkinek helye van, és a fiataloknak szeretnék egy olyan jövőképet mutatni az agráriumba, hogy felfedezzék azt, hogy ebben van pénz, van lehetőség, van jövő, és tényleg nagyon sok olyan munkalehetőség van, és egy szabadságot kínál a mezőgazdaság, ezt nem győzöm eleget hangsúlyozni, hogy az, amikor én kint vagyok a szántóföldön, akár egy gépben is bent ülök, ugye a körülöttem lévő táj és az a szabadság, amit a mezőgazdaság ad, azt nem fogja nekem megadni senki és semmi más. Most ugye egy fesztivált népszerűsítünk, ez alapján akár kaphatnak kedvet az emberek, hogy mezőgazdasággal foglalkoznak, de olyasmiről beszélgetnek velük ilyenkor? Mennyire lehet meggyőzni az embereket, hogy foglalkozzanak mezőgazdasággal, amikor az elmúlt hetek például az almaháborúról szóltak, hogy azt láttuk, hogy szegény gazdák azt mondják, hogy ők inkább kiborítják az almát, mert ennyi pénzzel nem éri meg termelni. Vagy heti napló riportja arról, hogy napszámosok átjárnak Romániába, román földekre dolgozni. Hát, hogy mennyire lehet ilyen történések mellett azt mondani az embereknek, hogy már pedig megéri mezőgazdasággal foglalkozni? Ugye ez a kétnapos rendezvény, kétnapos fesztivál elsősorban ugye a szakmának szól, és másodszorban azon, akik szeretnék ezt megtapasztalni, hogy valójában mit lehet látni az agráriumban. Folyamatosan lehet hallani híreket, ide mennek, oda mennek, most nem csak Romániát, mondhatnám Ausztriát vagy bármit, de ma nagyon sok gazdálkodónál megfigyelhető az, hogy igyekeznek megtartani az embereiket. És tényleg olyan béreket, olyan munkakörülményeket biztosítanak ma már az agráriumban dolgozók számára, ami tényleg pesti munkahelyekkel tud versenyezni. És nagyon sokan úgy tekintettek magára a mezőgazdaság, hogy ez idény munka. Mindenki csak azt látta benne, hogy van egy idény, amikor ezt kell csinálni, éjjel-nappal, forróság, stb. Ma már a gazdálkodók egész évben munkát adnak az embereknek, nincs az, hogy téli időszakban elküldik őket, szóval egy egész éves fix megélhetést kínálnak a gépkezelőktől tényleg akár az agronómusokig. Mennyire fontos a családi tradíció?
generáció, értem ez alatt, hogy 1945-ig, 47-ig ugye volt egy nagyon nagy kultusza egyrészt a földnek, aztán utána a családi gazdálkodásnak, aztán utána a kollektivizálás miatt jöttek a kolhozok, a téhezek és sok minden más, és 90-ig gyakorlatilag ez a fajta családi gazdálkodás megtorpant onnantól fogva, viszont vannak magánföldek, családi gazdálkodások, sikerült a tradíciót visszacsempészni a magyar mezőgazdaságba? Valahol sikerült visszacsempészni, és tényleg látható az, hogy az öröklés vagy generációváltás meg tud történni gazdaságokban, vagy apáról fiúra, apáról lányra száll maga a gazdaság. Nyilván valahol ez nem kivitelezhető, vannak helyek, ahol nem érdekli a jövő generációját a mezőgazdaság, de a legtöbb gazdaságnál az látható, hogy a családi tradíciót, a családi gazdaságot igyekeznek a fiatalok továbbvinni, és ők meglátták benne ezt a lehetőséget. Ha pénzparipát, fegyvert kaphatna, és azt mondaná, hogy nekem most csináljon kedvet, akkor mit venne, hol venne földet, mit termesztene rajta, és na, mit kezdene nagyon vele? Figyelünk, hogy mit mond. Uh-huh. Így lettem békési gazdálkodó. Az, hogy hol vennék földet, az nagyon sok, Magyarországon nagyon sok helyen vannak nagyon jó földek, tényleg, akár Fehér megye, Békés megye, Csongrád megye, Bács-Kiskun, szóval nagyon sok helyen tényleg lehet nagyon jó földeket találni. Jó, vettem egy jó földet, mit termesztek rajta? Én, amit most termesztenék, az olajnövény elsősorban, és ez látható is, hogy a gazdák is ezt észreveszik, akár napraforgóba, akár szójába növekedett a termelési terület, de kukoricát és búzát ugyanúgy. Szóval ugye egy vetés forgót kell létrehozni. Nagyon kevés olyan gazdálkodó van, aki csak egyfajtát termeszt, de én a szántóföldi növénytermesztésbe látom a jövőt, de nyilván ezen felül kisüzembe is lehet gondolkodni, mert például egy zöldség és gyümölcs termesztésnél nekünk több száz hektár, hanem ott elég már egy paprikánál, egy paradicsomnál, egy dinnyénél kisebb hektár számba is gondolkodni. De mi nagyba csináljuk, elkezdünk napraforgót, szóját, búzát, kukoricát termeszteni. De tudod, hogy mi derült most akkor ki? Nem tudom. Péter szexivé tette neki a mezőgazdaságot. Csütörtöktől pedig menjenek el a másodiknak szántóföldi napok és agrársóra. Sok mindent megtapasztalhatnak. Köszönjük szépen. És mindenkinek ingyenes a belépés. Úgyhogy ez még hozzá szeretném tenni. Várunk mindenki csütörtöktől. Köszönjük szépen.